Hogyan kerültek a bukovinai székelyek Andrásfalváról Hidasra? Mi történt a falu sváb lakóival? Sokakban felmerülnek ezek a kérdések, melyekre a bukovinai székelyek leszármazottjai adják meg a választ, akiknek szülei, nagyszülei 1945-ben telepedtek le Hidason, amikor a sváb lakosság 80%-át kitelepítették. Az eseményeket átélt személyek közül sokan még mindig magukban hordozzák az őket ért sebeket. Ezért próbálták meg és próbálják meg a mai napig is őrizni és átadni a hagyományokat, többek között a néptáncot, a népviseletet. A néptánc már 1947-ben, meg 49-ben Hidasi tánccsoport a Halászbástyánál és a parlamentben is vendégszerepelt, más egyéb székely tánccsoportokkal együtt. Ez egy picit alább hagyott, majd a 70-es években újra kezdtük, kezdődött ez a dolog, és a Hidasi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület már az új nevünk, az 25 éves fennállását ünnepli most. Természetesen mind a táncokban, szokásokban, nevünkből adódóan is hülyek vagyunk, maradunk, leszünk a hagyományainkhoz. Mint a többi más szőlővel, borral foglalkozó területeken, tájegységeken, szüret ünnepségeket tartanak, Hidason is visszanyúltunk ehhez a hagyományhoz. Emlékezetem szerint a 60-as évek végén történt ilyen, amire úgy emlékszem, majd olyan 74-5 körül akkori tánccsoport vezetésével, majd rá 10 éves kihagyással azóta rendszeresen minden évben megtartjuk Hidason az úgynevezett szüreti felvonulást, majd a felvonulás után a szüreti bált. A szeptember elejé látványos felvonulásban nem csak a néptáncosok, hanem a falu egész lakossága bekapcsolódik, akik házaik előtt állva kínálják étellel és itallal a felvonulókat. A népviseletbe öltözött fiatalokat csőszöknek és csőszlányoknak nevezik. A szüreti meneten fontos szerepet kapnak a lovak, a hintók és a szekerek. Minden évben készítenek egy szőlőkoszorút, mely az esti bálon kalapács alá kerül. 1994-ben a tánc szeretete és a bukovinai székely hagyományok ápolása gyűjtötte össze az akkori szüreti felvonuláson Hidas fiataljait. Így alakult meg a Hidas Néptánc Egyesület. A csapat 2010-ben alakult újjá. Az együttes eddigi elnöke Ömböli Zoltán művészeti vezetőként ezentúl is segíti a Néptánc Egyesületet. Nem mint székely származású, nem is feltétel természetesen. Az Egyesület gerincét természetesen székely származásúak adják, nem feltétel, nem kizáró ok. Igen, a pici gyermekek általános iskolások, és rettenetes örömömre szolgál, amikor a lányom épp tegnap előtt közölte, hogy a 2,5 éves unokám, meg az ő kis csoportjába is megindul egy úgynevezett tánctanítás, mármint az ő szintüken és színvonalukon természetesen. Azok a ruhák, amelyekben éppen most a felvonuláson szerepeltek, azok bukovinai, eredeti bukovinai meglévő ruhák alapján készítettük őket. Hál' Istennek vannak még olyan varrónők, vagy akár férfi szabó mesterek, akik mint a mellényt, mint az inget, a ruházatot el tudják készíteni. Vannak természetesen birtokunkban még bukovinába készült eredeti ruhák, nagyon vigyázunk rájuk. De mivel és hát ezeket, mint említettem, az elmúlt pár esztendőben készítettük, nagy segítségünkre voltak azok a pályázatok, amelyek lehetővé tették ezt. Sikeresen pályáztunk több alkalommal is, és az ebből befolyó összeget a ruhákra, meg egyéb kellékekre fordítottuk, és fordítjuk ezután is. De nem csak a bukovinai vagy a székely táncokat, hanem Erdély más vidékéről is, kalotaszegi, nyárádmenti mezőségi táncokat is táncolunk, tanulunk, és sikerült ehhezekhez való alkalmi ruhákat is készítetni, mind női, mind férfi ruhát. Hát a művészeti vezetőnek gyakorlatilag az a tevékenysége, munkája,
feladata, amit gyakorlatilag eddig is az elmúlt 40-45 évben végeztem. Konkrétan a székely néphagyomány, népszokás, néptáncnak az összegyűjtése, megtartása, továbbadása, ismertetése, fiatalok bevonása, és egy picit úgy mondjam, a csúnya szóval menedzselése az egyesületnek. Hát az elmúlt időszakra természetesen pozitívval és örömmel és teljes megelégedéséggel gondolhatok vissza. Nagyon sok minden történt ebbe az elmúlt 11-2 esztendőbe, és én remélem azt, hogy ezután is sikerül annak a pártagú elnökségnek, annak a szűk csoportnak így népszerűsíteni, felhívni a mások figyelmét is erre a jól működő egyesületre, megkedveltetni, megszerettetni mind a fiatalokkal, mind az idősebbekkel azt, amit eddig is végeztünk.